Sziasztok srácok, két hét után újra edzünk, két hét teljes pihenőm volt, egyáltalán nem voltam edzésen, nem volt semmiféle edzésem, úgyhogy a mai az első, egy teljesen más helyszínen, ahogy látjátok, ez a Kecskeméti Power Gymnek a nyitó napja. Mai napon nyitottak, és itt fogunk most letolni Bereg Gabival egy push edzést, nem edzettünk még sose együtt. Róla tudom, hogy fekvenyomó világbajnok volt. Aha, de már nem az a lényeges. Igen, meglátjuk mi, hogy mi lesz belőle. Én tegnap szkanderoztam, úgyhogy fáj kicsit a csuklóm. De meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Úgyhogy kezdjük is egy ferdepados nyomással keretbe. Majd hozok csuklószorítót. Nyomtál egyet? Még nem, még csak leraktam. Jó, tegnap szkanderozni voltam. Bosnyák Máténak a csatornáján voltam vendég, és kipróbáltam magamat szkanderban. Nyilván. Pontosan olyan szar voltam benne, mint amennyire számítottam. Eléggé fáj még azóta is a csuklóm, úgyhogy most ezt le fogom szorítani erre az edzésre, mert egyébként szar lesz. Egyébként az ilyen csuklószorítóknak annyira nem preferálom, illetve nem szeretem. Soha nem oldják meg a problémát, de most igazából tényleg csak a tünetet kell megszüntettem, úgyhogy arra most jó lesz. Fejre vigyázz! Még mondtam? Az első gyakorlattal sokkal rosszabbra számítottam egy ilyen két hétes kiagyás után. 160-ban nyomtam keretbe 8-at, szerdém, ami annyira nem rossz. Úgyhogy jövünk át egy gépre, és megnézzük itt mi a helyzet. Új szaga van a teremnek amúgy, nagyon jó. Mi az a reklám helye? Ja. Edzés előtt elfelejtettem. Hát edzés közben is jó. Úgyhogy most bekerült edzés közbe, és nem szabad rá ezt kupolni egyébként. Ez most csak egy fasság volt. Családos ember vagy már. Ha? Igen, hál' Istennek már igen. Most lett 7 hónapos. Na, kurva jó. Szégyen, milyen a készülés, meg a minden? Tök jó. Én azt hittem kurva nehéz lesz, és semmi se fog úgy menni, ahogy eddig. Alvás, mit tudom én. Végan el van a gyerek, hallod, igen. És csodálkozok rá. Lehet, hogy ő is testépítő lesz, nem tudom. Ja, de tényleg végig aluszt az éjszakákat, nincs semmi problémája. Aha. A fogzás ugye elkezdődött, ott sincs probléma. Napközben sírogat, este alszik. Én azt hittem, hogy sokkal nehezebb ez. Minden jó. Tehát örülök neki, hogy ez most összejött az egészbe, mert mindig is agyaltam, hogy milyen jó lenne, csak ugye gondolkoztam így versenyszinten is, hogy ez jó már, lehet-e. Időben itt vagyunk már, és akkor már lehet ilyet bevállalni, úgymond csúnya szóval. De hát mindenki azt mondom, hogy bevállalhatja. Mert ha van türelme, és tényleg akarja ezt a gyereket, akkor végig sem problémamentes lesz. Ha nyűg lesz az egész, akkor megint más, mert hogyha ilyen kapcsolat miatt, hogy hát ha megmenekül a kapcsolat, és akkor igen. Azért az gyerek, azt akkor engedje el. Igen, hát, igen. Az nem segít, mert szerintem ilyenkor még jobban kijön az, hogy mennyire hagyó a pároddal ténylegesen. Hát nektek ez mindig is ott volt, ahol lenni. Bocsánat, 8 hónapos, nem is 7 hónapos. Hülye vagyok, hát 8 hónapos. Most egy 16, hát most volt 16. Aha. Mert 16. állat 8 hónapos. Hülye vagy, ezt ki nem nyomom, bazd meg. Gabi nagyon erős amúgy, de csak már rövidebb a karja. Ugye, Gabi? Hogy? Csak rövidebb a karod, azért vagy erősebb. Persze. Rövidebb is, alacsonyabb is vagyok. Tök jó nekem. Elfárasztod a gépet. Ja, furcsa, nem sapkába lenni edzés közben, baszki. Mennyi ideig adban voltam? Így néz ki most a fejem egyébként. Pontosan 2 hete volt a műtét. 2. Bazzi, Jordan Peters, szvágod, és oldalanként 100. Bazzi, mondom, miből van ez az ember hülye? Azt a kurva eget, nem mind. Kurva erős az ember hülye. Erre bazzi meg az anyád. Legyen mondjuk úgy, hogy nem tudom, szoktad-e csinálni ezt a fajtát. Hogy a folytott fogásba fogod, kinyújt, visszaengedsz. Aha. Szoktad csinálni? Nem. Ez kurva jó. Csináltam. Ez jó. Nem nehéz. Aha. Maga a mozdulat sem. Igen. Itt a csukló egy kicsit, hogy mobilitás menjen, jó, igen, de igen. Az a lényeg, hogy maradjon meg.
Úgy. Ha? Ez tényleg jó. Eszi az élni. Lehet, hogy feltűnt többeteknek is, hogy a mi csatornánkon, de illetve sehol, hogy se Instagramon, se TikTokon, semmi. Tehát én nem gyártok edukációs tartalmakat, és nem mutatok be semmifélét, hogy miért így csináljátok, meg hogy miért így van és nem úgy. Egy az, hogy azért, mert szerintem sokkal jobban tudnék utána járni a dolgoknak, mielőtt kijelentenék ilyesmit. És ezen felül a másik oka az az, hogy lehet, hogy az, amit én elolvastam, mondjuk egy kutatás, vagy kísérletet, tanulmányt, akár egy gyakorlattal kapcsolatban, vagy étkezés, bármi, és leírták, és én azt elmondom, az lehet, hogy aznap még úgy volt, de holnap már nem úgy lesz. Tehát tényleg annyi mindent végeznek erre, hogy folyamatosan rácáfolnak mindenfélére. Tehát itt kizárólag, ami a lényeg ennek az egész csatornának, amit mi csinálunk itt, az az, hogy bemutatom az én szemszögemet, illetve megmutatok belőle részleteket, hogy én hogy edzek, hogy én hogy kajálok, én magam személy szerint, és hogy milyen az én versenyfelkészülésem, illetve maga a profi versenyfelkészülés, és nem az, hogy nektek hogy kellene csinálni. Tehát ezek tényleg az én személyre szabott dolgaim, minden. Úgyhogy én nem akarok okoskodni, mert vannak nálam okosabbak, és vannak olyan tartalomgyártók, úgymond, akik csak ezzel az részével foglalkoznak inkább, és abban jók, úgyhogy ezzel kapcsolatosan érdekesebb azokat is követni, rajtunk kívül persze, és nem helyettünk. Nos, srácok, meg is volt a visszatérő edzésem Gabival, úgyhogy innen folytatjuk a következő tömegelési ciklust. A következő videóban egy picit az új étrendemről lesz szó, illetve azt fogjuk megmutatni, úgyhogy iratkozz fel, lájkolj, csinálj mindent, és találkozunk a következőnél. Sziasztok!